Köszöntöm nézőinket! Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, a mai adásunk tartalmát pedig már mutatom is képekben. A Tamási Oktatási Intézmények diákjai jótékony céllal léptek színpadra. Búcsút intettek a nagykónyi nagycsoportosok. A vadételek elkészítésében bizonyíthattak Tamásiban. Jótékony céllal rúgták a labdát, szintén Tamásiban. Évekre visszanyúló hagyománya van annak az estnek, ahol a helyi oktatási intézmények lépnek a színpadra a jótékonyság jegyében. A pedagógusok örömmel készítik fel a gyerekeket, akik pedig büszkén állnak ki a nagy közönség elé, hiszen tudják, hogy rászoruló társaiknak segítenek ezzel. Tamási Város önkormányzata 1991-ben alapította meg a Rászoruló Gyermekekért Alapítványt, mely a városban érő, rászoruló, iskoláskorú nebulók életét hivatott segíteni. Számos forrásból gazdálkodnak, többek között a minden évben megrendezésre kerülő jótékonysági esten befolyt összegből, ahol a település diákjai lépnek színpadra, ismertette a szervező. Ez már egy több tíz évre visszatekintő rendezvény, amit mindig Tamási oktatási intézményei rendeznek meg. Óvoda, általános iskola, gimnázium és a VÁI szokott fellépni ezeken a rendezvényeken, és minden évben ezt a bevételt a Rászoruló Gyermekekért Alapítványnak gyűjtjük, és ők szokták ezt kiosztani az arra rászoruló gyermekek között. Elég változatos a műsoroknak a palettája, nagyon gyakori a táncos produkció, német nemzetiségi csoportok mind az óvodában, mind az általános iskolában vannak, úgyhogy ők rendszeres fellépői ennek a műsornak. Énekes, táncos produkciók vannak zömében, de idén egy picit színesedett ez a kör. Az ugráló kötelesek, ők mindig a finálé, ők azok, akik zárni szokták ezt a rendezvényt. Idén nagyon jó esernyős táncot is láttunk, ami egy plusz volt ezen a rendezvényen, ilyen még nem volt. Testdobolást is láttunk az általános iskolásoktól, ez is egy újdonságnak számított, és még az énekkarosok is készültek hasonló produkcióval is. Mindig úgy szokott kezdődni, hogy először nagyon kevesen szeretnének jelentkezni, mindig vannak fix fellépők, énekkar, óvoda, ugrálókötelesek, és hát szerencsére nálunk van egy olyan rendezvény, amit úgy hívunk, hogy mazsolalvató, és az ötödikes osztályok készülnek valami kis bemutatkozó műsorral. Ezt nagyon gyakran elő szoktuk adni a rászoruló rendezvényen is. Kezdetben mindig kevesebben jelentkeznek, aztán a végére egy picit felduzzad ez a létszám, úgyhogy ezért szokott elég hosszúra sikerülni ez az este. Nem csak azoknak volt módja a támogatásra, akiknek ideje engedte, hogy részt vegyenek a nagyszabású rendezvényen. Minden évben nagyon, nagyon magas a nézőszám. Ezt próbáljuk koordinálni több-kevesebb sikerrel, hogy mennyien érkezzenek. Úgy látom, hogy idén talán még többen voltak, mint a tavaly előtti évben. Ugye tavaly sajnos ki kellett hagynunk ezt a rendezvényt. Idén nagyon sokan voltak. Úgyhogy azt mondhatom, hogy látogatott, nagyon szívesen jönnek a szülők, nagyon szívesen nézik végig a többi produkciót is, nem csak a saját osztály, saját gyerekek fellépését. Úgyhogy azt mondom, hogy a bevétel szempontjából is, a nézettség szempontjából, hát minden szempontból nagyon, nagyon sikeres szokott lenni ez a rendezvény. Támogató jegyeket is mindig adunk ki előre, ami ugye azt jelenti, hogy aki nem tud megjelenni a rendezvényen, viszont szeretné az alapítványt egy picit szponzorálni, az megteheti. Mi most ötödikesek vagyunk, az ötödik A osztály. Nagyon egyszerű volt rábírni őket a szereplésre, mert mindenki azt mondta, hogy igen, menjünk, szerepeljünk, úgyhogy nagyon lelkesek voltak ebből a szempontból. Egy tánccal készültünk, azzal a tánccal, amit a mazsolalvatóra is megtanultunk. És valóban megtanulták, nagy odaadással készültek a koreográfia összeállításával és annak megtanulásával az ötödik alsók. A Bad Liar című dalnak a jazzdance-es formájára adtunk elő egy táncot. Eléggé sokat készültünk, rengeteget is, és hát igazából olyan annyira nem volt nehéz a koreográfiát megtanulni, de egy ideig beletartott. Szerintem azért jó, hogyha segíthetünk a rászorulókon, mert akkor mi is boldogak leszünk, és ők is. És
nem tudok többet mondani, mert ennyi a lényeg, boldogok lesznek, és mi is. Szerintem nagyon jó volt, meg hát ezzel sokat segítünk a rászorulóknak, és meg az volt az ilyen fellépésen, hogy nagyon gyorsan elment, hogy mikor próbáltunk, olyan hosszú volt most, meg így az előadáson olyan rövid volt. Meg alig lehetett észrevenni, hogy úgy elment az idő, hogy mert olyan jó volt az egész előadás, meg minden. A tamási oktatási intézmények közreműködésével idén is sikeresen zárult az a jótékonysági est, melynek bevételéből a helyi rászoruló gyermekekért alapítvány támogatja azokat a diákokat, akiknek erre szüksége van. Manapság már az óvodákban is hagyomány a ballagás, amikor is búcsút vesznek a leendő kis elsősöktől. Egy jeles alkalomra került sor Nagykonyiban is, ahol színes kis műsorral készültek a gyerekek óvónénjeik vezényletével. Piros, pünkös napják, minden megújulnak, a kertek, a mező, virágba borulnak. Nagykonyiban búcsút intettek az óvodás éveknek az iskola érett gyerekek. Az önfelett mosolyok mellé könnyek is társultak a megható ünnepség alkalmával. Ahol búcsúztak társaiktól, a játékokkal teli udvartól és a pedagógusoktól, akik az évek alatt a mindennapjaik részévé váltak. A Nagykonyi óvodában idén 10 gyerektől válunk meg, vagy mondunk nekünk búcsút. Őket búcsúztatjuk el, rossz kifejezés, mert itt maradnak a faluban zöme, 6 gyerek a Konyi iskolába folytatja a tanulmányait, és ebből adódóan sokat fogunk velük találkozni. A terv és cél az, hogy visszajárjunk, összejárjunk, én kísérem őket a suliba majd, ők pedig jönnek ide-vissza még kicsit óvodáskodni. Mivel a búcsúzás az fájdalmas nekik is, nekünk is, őszintén mondom, ez a hét arról szólt, hogy hallgattuk a dalokat, gyakoroltuk a műsort, aztán hol én bőgtem, hol ők, mert egy kicsit a mi gyerekeink is, és az óvoda életében a ballagó, a búcsúzó ünnep az az egyik legjobban várt ünnep. A gyerekek érzik, hogy ez most csak róluk szól, igyekszünk mindent úgy kialakítani a dekorációban is, meg a heti programban is, hogy érezzék, hogy ez az ő ünnepük. Meg a szülőknek is fontos, mert most szembesülnek avval, főleg az elmúlt évek után, hogy a gyerekük voltak éppen mennyire önálló, mennyire úgymond felnőtt, és mennyire érik már a leválás a szülőktől is. Eddig csak kisobodást kísértek, mostantól pedig nagy felnőtt önálló iskolás szülei lesznek. Ezt meg kell erősítenünk az óvodai ballagó ünnepekkel is. A nagy csoportos időszak az átmenetet jelenti már az óvisok számára, amikor is a mindennapjaikban egyre inkább megjelennek a feladatok, amik már összpontosítást kívánnak meg tőlük. Az óvonénik tudatosan készítik őket az iskolára. Én vagyok az egyik óvónénia, társam meg a másik, és mindketten tanítók is vagyunk, tehát pontosan tudjuk, hogy mire kell őket úgymond generálni. És ezt sokszor hallják a szánkból, hogy tudjuk, hogy mi lesz a dolgotok elsős korotokban. Úgyhogy a Nagykonyi óvodából elmenő nagyok nagyon tudatosan fel vannak készítve az iskolai, nem is azt mondom, hogy szabályokra, hanem az iskolai életmódra. Tehát itt a kezdeményezések mellett mennek azok a klasszikus foglalkozási formák. Tudják, hogy 10 óra után, ha az Andi néni, Anikó néni leül az asztalhoz, akkor bizony jönni kell. Ilyen szempontból azt mondom, hogy mi ezt komolyan vesszük, mert az óvoda iskola átmenet nekem egyrészt szívemcsücske terület, másrészt meg az elmúlt években erre sajnos nem sok hangsúlyt fektettek a szakmában, abból adódóan, hogy nem volt rá kapacitás. A Nagykonyi óvoda udvara ünnepi díszbe öltözött a ballagás idejére. Ez most egy nagyon klasszikus ballagó műsor két okból. Az egyik az, hogy szerettük volna tényleg így két év után tényleg nagyon komolyan venni. A másik az, hogy a kolléganőmtől több óvodás ballag az ő csoportjából, és most ezt a projektet neki adtam ki. Őt kértem meg arra, hogy ezt vezényelje le. Ezért egy ilyen nagyon klasszikus, pünkösdölős műsorral kezdünk, aztán jönnek a szokásos versek. Egyéni sajátosság, hogy mi úgy búcsúzunk a gyerekektől, hogy mindenkiről írok egy személyre szóló búcsúzó verset, és mindenkinek elmondom, vele szembe állva, akkor kapják meg tőlünk az ajándékot. Ez szokott lenni a legnehezebb része számomra is, meg a többiek számára is. Ez a Kónyi óvodának a sajátos ünneplése. Itt hál' Isten nyáron jönnek a gyerekek óvodába, azok is, akik iskolát kezdenek, hogy most még ez nem tudatos. A nagyok tudják, hogy ők már a nagyok, a picik betartják a hierarchiát, nagyon-nagyon tisztelettudóan félrevonulnak, ha a nagyok mondjuk valamit játszani akarnak, és itt nagyon sok a szomszéd és rokoni viszony, tehát nem válnak el egymástól igazából. Mondom, ha a gyerek a Kónyi iskolába folytatja, nem mennek messze.
Kata izgatottan várja már az iskolát, az óvodából nagyon jó emlékeket visz magával. Az óvodába azért szeretek lenni, mert vannak sok barátaim, meg sok játékok vannak. A nagycsoportosok megható kis verssel búcsúztak az ovis éveiket végig kísérő óvonéniktől, Dadus néniktől, melyben felidézték, mi mindent tanultak ez idő alatt. A leendő kis elsősöket ajándékkal engedték útjukra óvonénieik Nagykónyiban. Van egy rendezvény, ahol a vatusok elkészítésének tudományai a főszerep. Ez persze kiegészül számos kulturális programmal, a helyszínt pedig Tamási adja, és az eseménynek komoly hagyományai vannak a településen. Idén a korábbiakhoz képest átszervezett formában találkozhattak az érdeklődők ezzel a programmal. Többek között ez az étel is a színek, zenék, zamatok elnevezésű rendezvényen készült, ahol vathúst vagy halat használhattak az ételek alapanyagául a főzőverseny résztvevői. A település polgármestere, mint mondja, ritkán fogyaszt vathúst. Mérsékelten szeretem a vathúst. Én nem szoktam választani, hogyha mondjuk esetleg étteremben vagyunk a menüből, de hogyha finom vathús étel készül, és azt tesznek elém, akkor azért szívesen megeszem, különösen a szarvas és a vaddisznóból készült ételeket. Néztem a listát, hogy a különböző csapatok milyen különleges vadételeket készítettek, tehát igen. Az megfordult a fejemben, mert az én is szoktam főzni, még néha vadat is, mert barátaim egy része vadászik és szoktak vathúst hozni, hogy is főzök egy sima vadpörköltet, de szerintem ezzel a sima vadpörkölttel nekem itt esélyem nem lett volna, tehát itt olyan receptek voltak és olyan összeállítások készültek, hogy ha tényleg aki esetleg nem kedvelte vagy nem kedveli annyira a vathúst, annak is megjön hozzá az étvágya. Tehát még az is előfordulhat, vagy még inkább, hogy jövőre benevezek, és akkor személyes tanácsokat fogok kapni a zsűri elnökétől, aki egyébként tényleg kiváló szakmai tanácsokkal látta el a főzőket, főzőverseny résztvevőit. Mondjuk, hogyha volt trófeja, mert most már ugye színek, zamatok, zenék az új fesztivál neve. Általában a másik főzőversenyen, a város másik főzőversenyen, a Bográcsmester főzőversenyen szoktam elkövetni egy valami egyszerűbb egy tálételt. A rendezvény kulturális programok sorát tartogatta az érdeklődők számára. A helyi koncertfúvósok és a néptáncosok után az ország különböző pontjairól érkezett zenészek szórakoztatták a nagy érdeműt, akik a meleg miatt inkább a fák nyújtotta árnyékból figyelték a színpadon zajló eseményeket. Mondhatjuk azt, hogy ez az első rendezvény, de tulajdonképpen ez már egy 14. rendezvény, ami egy más köntösben, mondhatjuk azt azonos tartalommal, mégis másként került megrendezésre, hiszen a Színek, Zenék, Zamatok fesztiválnak már volt egy elődje, egy nagyon szép természeti környezetben, a Tamási parkerdőben, de úgy alakultak a körülmények, hogy az idei évben ez a városközpontba került át ennek a székhelye. Természetesen igyekeztünk a rendezvényt ehhez alakítani, mert bár a tartalom az adott volt, hiszen a fellépőket, a közreműködőket már hónapokkal, sőt nyugodtan mondhatom azt, hogy évekkel ezelőtt elkezdtük szervezni, hisz a pandémia közbeszólt, és néhány olyan közreműködő is van, akit már 2-3 éve felkértünk. Tehát ez a tartalom alapjaiban maradt, de igyekeztünk kiegészíteni olyan elemekkel, amelyek a városközpontban is megállják a helyüket. A zsűrinek 11 csapat ételét kellett végig kóstolnia, majd felállítania a dobogós sorrendet. Nagyon jók voltak az ételek, ugye az alsó határ az, hogy ne legyen olyan, ami nem adható el. Ez teljesült, tehát mindegyik étel abszolút piacképes volt. Nyilván volt, amelyik egy kicsit jobb volt, amelyik kicsit kevesebb, néhány étel egészen komoly profizmusról vallott, de nekem a legnagyobb öröm nem ez volt, hanem az volt, hogy én mindenhol elmondtam menet közben is az észrevételeimet, meg a végén is, úgy, hogy megbeszéltük. És azok a csillogó szemek, amíg a hibákról beszéltek, és a felismerték, hogy mi a hiba, ez mindennél többet mond, a fejlődésnek ez a lényege, hogy valaki felismeri, hogy mi az, ami kevésbé sikerült, mi az, ami jól sikerült, és ezt felismeri, garantált a fejlődés. Sok ilyen élmény volt. A magyar konyha egyik alapja a pörkölt, és ezt azért keresztbe kasul, jól-rosszul, de tudják. A magyar konyhán vannak fantasztikus alapanyagok, és fantasztikus ízlehetőségek.
hála Istennek körülbelül a fele volt csak pörkölt, ami nem a pörkölt negatív minősítése, hanem hát szóval lehet mást is. És volt egy-két egészen kiváló, ahol tényleg szóval azért nulláról indítva egy kenyérlepén sütésre vállalkozni, ami sikeres volt a végén, az egy komoly dolog, és ilyen is volt. Tehát több olyan étel volt, amelyik igenis túllépett a pörköltön, és még több lesz majd júniusban, menet közben sok ilyenről beszélgettünk, és reméljük, hogy ez még tovább fog fejlődni. A zsűri jó tanácsokkal is szolgált a főzőverseny szakácsainak, akik maguk vitték a háromtagú szakavatott bíráló bizottság elé ételeiket. Kiválóak a zsűritársaim, tehát abszolút profik ők is. Ezt az igaz, hogy az első négy helyezettünk ugyanaz volt. Egy helyen volt egy pici különbség, tehát az első kettőben volt egy pici, aztán megbeszéltük a különböző érveket, teljesen egységes volt a döntés, és még egyszer mondom, az első négybe egyetértettünk. Tehát ez tessék elhinni nekem, tényleg sok-sok-sok évtized gyakorlatával, a zsűrizés egy abszolút objektív dolog. Aki profi, az pontosan tudja, hogy mi az, ami neki ízlik, az a szubjektív, és mi az, ami jó, ez nem az, hogy ízlik vagy nem ízlik, hanem egyszerűen jó. 2022 legjobb vadételét egy olyan páros készítette, akik versenyszerűen először főztek együtt. Egy füstös vaddisznó válogatást készítettünk, igazából háromféle étel készült. Készült egy füstölt lapocka, vaddisznó lapocka, egy mexikói birriának hívják, ami egy hasonló, mint egy pörkölt. Azt takóba készítettük el, és harmadiknak mi készítettünk? Ja, vaddisznó oldalast készült még. Ja, igen. Őszintén szólva, olyan gondolatok merültek föl bennünk, hogy vagy mivel nagyon kicsit elüttünk a megszokottól, ezért ez lehet pozitív is, negatív is. Mi bíztunk a pozitív elbírálásba, és úgy néz ki, hogy ezt a zsűri is díjazta. Hát én úgy gondolom, hogy az oldalas volt az, ami a legtöbbet nyomott a pontozásba. Az valóban egy egészen különleges étel volt. Reggel elkezdtük fölrakni a füstre, és éppen, hogy sikerült elkészülni vele, de azt hiszem, hogy megérte a várakozást. Mind a ketten nagyon szeretünk barbecue-zni, és vaddal még nem dolgoztunk igazából, úgyhogy ez volt az első, de sertéssel már igen, végig gondoltuk, hogy mit lehetne kihozni így a füstön. A rendezvény éjszakában Nyúlon tartogatott még programokat, amikor is a Budapest Bár koncertjét követően fényekkel festették meg a művelődési házat egészen az utcabár végéig. A Tamási 2009 FC második csapata a Ferencváros szeniorjaival játszott jótékonysági meccset, amelyet még a pocsék időjárás sem befolyásolt. A német Lászlóvárosi sporttelep lelátója megtelt érdeklődőkkel, akik örömmel álltak a kezdeményezés mögé, hiszen belépőjegyükkel ők is támogatták a helyi jovisokat. Szurkolásból nem volt hiány, a helyi futballklub törzs szurkolói kellőképpen bíztatták a csapat játékosait, akik ezúttal jótékony céllal léptek pályára. Nagyon szeretnénk a tamási óvodásokat támogatni, és arra gondoltunk, hogy meghívjuk a Fradi öreg fiúkat egy barátságos mérkőzésre, és ezáltal szeretnénk egy pici támogatást nyújtani a tamási óvodások részére. Ez az apropója. A Ferencváros felajánlotta a csapat által egy meszt teljes aláírással, és ezt szeretnénk licitre bocsájtani, valamint a Jova Levente által egy kapuskesztyűt, illetve a Fradi öreg fiúk által egy aláírt labdát szeretnénk licitre bocsájtani, és ennek a licitnek a teljes bevételét az óvodások részére szeretnénk átadni. Óvodavezetőkkel felvettük a kapcsolatot, azt szeretnénk elérni, hogy bármi olyan játék, amire szükségük van, legyen szó ez egészségügyi papírtól, szappantól, bármitől, amire csak szükség van, mindent megveszünk, legyen szó gyümölcsöt természetesen, illetve ami a legfontosabb talán, hogy egyetlen egy kis óvodásra szeretnénk, hogyha bármilyen csoportos kirándulásból kimaradna, tehát inkább befizetjük a csoportos kirándulás díját vagy a csoportpénzeket, csak ne maradjanak itthon, tudjanak elmenni. A helyi csapat összeállítása nem okozott nehézséget. A Tamási 2009 FC második csapata a jótékony cél érdekében örömmel öltötte magára a sárga-kék mezt. Nem volt egyszerű, ugyanis tegnap bajnoki mérkőzést játszottunk Dombóváron, így egy kicsit nehezebb a dolgunk, de sikerült azért a csapatot egy ilyen rangos eseményre összehívni, és azt gondolom, hogy ez teljesen méltó lesz az esemény rangjához. Nem volt még ilyen rendezvény, volt több fajta, ahol esetleg az Újpest öreg fiúk, Dunóvárosiek öreg fiúk voltak, az inkább ilyen pályaavató jelleggel jöttek, de én úgy gondolom, hogy jótékonysági rendezvény kifejezetten ilyen még nem volt. A helyiek színeiben lépett pályára Berendyán Béla is, akit nem kellett győzködni, ahogy a csapat többi tagját sem, hogy a jótékony cél érdekében feláldozza a délutánját. Különösebben nem készültünk rá, azt ki kell, hogy hangsúlyozzam, ugye teljesen amatőrök vagyunk,
lelkilegben, illetve fejben biztos, mert ez mindenkinek egy nagy élmény lesz. Hát, hogy miért fontos a jótékonykodás? A mai világban szerintem nagyon nagy előny és nagyon nagy megbecsülés az, hogyha valaki jótékonykodik, főleg egy ilyen célra, úgyhogy mi ebben próbálunk meg segíteni. Tamási a polgármestere is örömmel látogatott ki a meccsre. Ezek a kezdeményezések csak előre viszik a települést, mint mondja. Szerintem minden, amit a civil kurázsiból jön, tehát amikor egy civil csapat neki áll egy ilyet szervezni, és utána talál hozzá egy ilyen jó partnert, mint a Ferencváros öreg fiúk, akkor szerintem mindig emeli a városnak, a közösségének a szintjét, erejét. Azt pedig külön nagy öröm számomra, hogy Ferencvárosi csapat érkezett, mert ugye sok mindent tudnak rólam az emberek, az biztosan, hogy Ferencváros drukker vagyok, és azért a mai nap főleg örülök neki, hogy sok a fiatal. Hát remélem, hogy a szüleik, a nagypapák elmondják, hogy milyen legendák lépnek ma itt pályára Tamásiban, ami külön nagy büszkeség számomra. Én a jó időnek szurkoltam, de az nem jött be, és mivel, hogy itt vagyunk Tamásiban, ezért egy nagyon szép döntetlennek örülnék a legjobban. De különben egy ilyen mérkőzésen nem az eredménye fontos. A Fradi öreg fiúk csapata évente 30-35 ilyen felkérésnek tesz eleget, mondta el Bánki József, a Ferencvárosi öreg fiúk vezetője. Minőségi kerettel. Tolnában mindig Tolna zöld megyénk, a Paks is zöld, mi is zöld, Budapest teljesen zöld fehér. Itt van a Ferencváros örökös polgármestere, számunkra legalábbis Bácskai János. Itt van a Bajnokok Ligája csapatból Keller József, Muha József, Zorán Kuntics, a gólkirály Fischer Pál, aki az Ajax Amsterdamot megjárta, Szenes Sándor, Máté Csaba, aki öt edzőnknél is pályaedző volt. Itt van Kazi Tamás országos bajnok, atlétánk is. Itt van Holló Rihárd, saját nevelésű játékosunk, úgyhogy nagyon jó csapattal jöttünk. A Fradinál nagyon fontos a társadalmi felelősségvállalás, mert különben is szeretnénk, ha a Ferencváros élen járna a szolidaritásban, egymás segítésében, és ez az alapítás óta ez mindig jelentő is volt a klubra. Az első Tamási gól után nem sokkal jött a második is, de végül a Fradi öreg fiúk nagyobb tudása dominált. Szép összeg gyűlt össze a jótékonysági kezdeményezés alkalmával. A Fradi erekék közül Szomália dedikált meze 60 ezer, Jova Levente kesztyűje 27 ezer, az öreg fiúk által dedikált labda pedig 23 ezer forintért kelt el. Ehhez jött még a belépőkből és a kihelyezett adománygyűjtőkbe összegyűjt összeg, amivel a helyi óvodát támogatták a futballisták és a meccsre kilátogatók, valamint az adományozók. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!